Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy túl lehet-e adagolni a káliumot, illetve hogy milyen egyéb összefüggései vannak más mikrotápanyagokkal, folyamatokkal a testünkben. Szeretettel köszöntök mindenkit! A káliumtól nagyon ritkán fordulhat elő probléma a szervezetünkben, amennyiben ételekkel visszük be. 100 g zöldség kb. 400 mg káliumot tartalmaz, tehát ha megeszünk 1 kg zöldséget, azzal kb. 4 g káliumot viszünk be. A Sapiens a fejlődése során bizonyára gyakran fogyasztott ekkora zöldségmennyiséget naponta, tehát 1 kg-ot vagy felette, így a szervezetünk az evolúció során megtanulta a nagyobb mennyiségű kálium kezelését és kiürítését. A krónikus vesebetegség késői stádiumában jelenthet gondot a kálium, mert ilyenkor a vesék nem tudják már rendesen eltávolítani a felesleget a szervezetből. A vérnyomás csökkentő gyógyszerek közül az ACE-gátlók és a beta-blokkolók, illetve a kálium megtartó vízhajtók szedése esetén jelenthet még problémát a nagyobb mennyiségű kálium. A betegségek közül az Addison-kor alatt kell még odafigyelni a kálium bevitelére, de ez egy ritkán előforduló probléma. Nagyobb mennyiségű kálium, mondjuk 8000 mg felett, hány ingert okozhat, 12-14000 mg pedig, vagy felette, pedig már toxikus hatású lehet, főként akkor, ha alapból alacsony a kálium szintük és rövid időn belül sokat viszünk be belőle. A B-vitaminok, főként a B1 vitamin együtt dolgozik számos folyamatban a káliummal, ezért ha alacsony vagy magas a B1 vitamin szintünk és sok káliumot viszünk be, az szintén negatív tünetekkel járhat, például fejfájással. Amikor sportolunk, kint vagyunk a szabadon, izzadunk, több nátriumot vesztünk a verejtéken keresztül, mint káliumot. Ugye nagyon sok sportoló esett már össze a pályán, és halt meg abban, hogy sok sót vesztett a bőrön keresztül. Azonban, amikor sportolunk vagy fizikai tevékenységet végzünk, a testünk felhasználja a glikogén raktárakban lévő energiát, tehát az elraktározott cukrot, és ugye említettem a korábbi videókban, hogy a cukor tárolásához káliumra van szükség. Azaz a fizikai tevékenység a sportolás során távozó kálium mennyisége majdnem akkora, mint a nátriumé, csak a kálium nagy része nem a bőrön keresztül távozik az izzadsággal, hanem az elraktározott cukor elégetésével a mozgás során. Tehát erőteljes izzadás során nem csak nátriumot, de káliumot is célszerű pótolni. Ha túl sok káliumot viszünk be hosszú távon, azzal kimeríthetjük a B12 vitamin készleteinket, abban az esetben, ha kevés húst fogyasztunk, mert ugye a húsokban található meg igazából a B12. Ebből fakadóan vegánoknak nem ajánlható a sok kálium bevitele zöldségekkel, vagy mondjuk elektrolit tartalmú italporral, mivel ugye nem esznek húst, így ebből fakadóan mindig alacsony a B12 szintjük. Ez fordítva is igaz, ha túl sok B12-t viszünk be, leginkább készítményekkel, kapszulákkal tudjuk ezt megtenni, kimeríthetjük a kálium készleteinket. A kálium és a magnézium számos folyamatban együtt végzik a feladataikat a testünkben, tehát azonos feladatokban vesznek részt, sok azonos hatásuk van, kisegítik egymást. A magnéziumról nagyon sokat beszél a tömegmédia, fitness guruk, dietetikusok, az orvosok, az étrendkiegészítő gyártók, a káliumról viszont nagyon keveset. A káliumból alapszinten napi 2000 mg-ra van szükségünk, a magnéziumból alapszinten 375 mg-ra, tehát 6-szor több káliumra, mint magnéziumra. Ez jól mutatja azt, hogy a magnézium fontos, de csak a másodhegedűs, a kálium az igazi karmester. Ez a videó a káliumról készült 7 részes videósorozat 5. része volt, ajánlom figyelmetbe a többit is megtekinteni, a videók hivatkozásai megtalálhatók a videó leírásában. Ha szeretnéd, hogy más is megtudja ezeket az információkat a káliumról, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így az algoritmus másoknak is fel fogja ajánlani a videót megtekintésre. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!